Késői Opus, ezzel a címmel nyílt meg a 80 éves Pinke Miklós tárlata augusztus 16-án pénteken a Pelikán galériában. A fehérvári művész az elmúlt 5 év képeit tárja a nagy közönség elé a kiállításon. És ha már így alakult, Pinke Miklós nem is állt ellent ennek, az általa csak csinálási vágynak apostrofált érzésnek, neki is fogott az alkotásnak. Nagyon messze nem kell mennem, mert mikor kiállok oda festeni, az udvarra van egy ilyen árnyékos részem, akkor csak így oldalra elnézek, aztán már meg is van a téma, és igazából alakítja magát a dolog. A most kiállított, az elmúlt 5 évben festett Pinke képeket szinte egytől egyig jellemzi az otthonosság. Csendéletek, enteriőrök jelennek meg a vásznakon. Épp úgy láthatjuk a kövekkel kirakott hátsó udvart, mint a kertben a fal mellé támasztott tükröt, melyek egytől egyig a művész közvetlen környezetéből szolgáltatták a témát. Mindig hozottam a keleti művészethez, festészethez, a kínai Japánhoz, és ott a fehér felületek, hogy erősen bele vannak komponálva a képbe, és valahol ez motoszkálhatott bennem. Akik ismerik Pinke Miklós korábbi festményeit, pillanatnyi újdonságként hathat nekik, hogy a kiállítás több festményén is fehéren hagyta a vászon egy részét a művész. Ezáltal az alkotások még frissebbnek hatnak. Ugyanakkor az akril technikával is sokat kísérletezett Pinke Miklós, az eredmény pedig magáért beszél a Pelikán galéria bolt ívekkel körülölelt falain. Egyrészt ugye tartogattam magam erre a kiállításra, hogy legyen ez egy nagy durranás, hát így idézőjelben. Másrészt meg nagyon jó alkalom arra tényleg, hogy az ember tisztázza magában ezeket a dolgokat, de most úgy érzem, hogy megnyugtató és inspirál ez a kiállítás. Ha szabad ezt mondanom. Olyannyira, hogy ott jártunk, akkor Pinke Miklós már azon gondolkodott, melyik lesz az a képrészlet, amin tovább dolgozik majd a közeljövőben. Mi pedig várjuk a folytatást. Addig is ajánljuk mindenki figyelmébe a Késői Opus című tárlatot, mely szeptember 13-áig tekinthető meg a Pelikán galériában, minden héten 2-től péntekig, délelőtt 10-től este 6-ig.